Jelölhető a GMO-mentes termék. Használata önkéntes, a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak genetikailag módosított elemeket. Visszatekert kilométer óra és áfacsalás. Így tudott a piaci árnál olcsóbban használt autókat értékesíteni egy nyíregyházi kereskedés. A hősök előtt tisztelegtek. 167 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki a 13 aradi vértanút. Erre emlékeztek ma a nyíregyházi evangélikus nagy templomban. Külön jelölést kaphatnak a GMO-mentes élelmiszerek, takarmánynövények. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A jelölés használata önkéntes, a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak genetikailag módosított elemeket. A rendelet szeptember végén jelent meg. A Nébik legutóbb a Burgonyánál vezetett be új kötelező jelölést, a hatóság továbbra is kiáll az élelmiszerlánc biztonság biztosítása a termékek nyomon követhetősége mellett. A Burgonyánál az áru származási helyét, főzési típusát kellett besorolni. A jelölés a vásárló tájékozódását, választását is segíti. A fogyasztókat segítheti az új GMO-mentes jelölés is, amire vállalkozhatnak az előállítók, a forgalmazók. Nem kötelező, de feltüntethető ezentúl az, ha bizonyítottan GMO-mentes egy termék. Mint köztudott, Magyarországon szigorúan tiltott a genetikailag módosított növénykultúrák termesztése, de az uniós szabályozás szerint, ha egy adott GMO-t tartalmazó élelmiszert az Unióban engedélyeztek, akkor azt forgalomba lehet hozni az Európai Unió területén, tehát Magyarországra is kerülnek ilyen termékek. Ezeknél a termékeknél jelölik, hogy génmódosított anyagot tartalmaz. Az új hazai rendelet viszont fordított ezen, mondta Vajda Lajos 35 perc című műsorunkban. Éppen ezért a magyar jogalkotásnak az volt a célja, hogy próbáljuk a fogyasztók érdekében, a vásárlók érdekében azt megjelölni, hogyha valami garantáltan GMO-mentes. Tehát nem az, hogy GMO tartalma arra van kötelezettség, hanem egy lehetőséget ad arra, hogyha valaki biztosítani és igazolni tudja, hogy a rendeletben, amit említettek, most lépett hatályba, rendeletben leírtakat be tudja tartani, akkor ő jogosult arra feltüntetni a saját termékén, hogy az GMO-mentes termelésből származik, vagy olyan állatok GMO-mentes takarmánya letett állatokból származik. Húsra, harra, tojásra, tejre és mézre is kerülhet a GMO-mentes jelölés. Hús esetében csak olyan termékre, amely olyan állatból származik, melyet legalább egy éve nem etettek GMO-s takarmánnyal. A jelölést igazoló és alátámasztó dokumentumokat ellenőrizni is fogja a Nébik. Egyébként a legtöbbször a génmódosított növények között a szóját és a kukoricát említik. Folyamatosan csökken a hazai burgonya ültetvények területe Magyarországon. Az agrár szakemberek szerint pedig egyre kevésbé lehet gazdaságosan burgonyát termelni. Az ágazat hanyatlásának oka, hogy egyre kevesebben értenek az érzékeny és könnyen romló növényhez. Az utóbbi évek időjárása pedig egyáltalán nem kedvez a termesztésnek. Farekeszekben áll a betakarított, méret szerint válogatott és megtisztított burgonya ebben a Tisza nagyfalui gazdaságban. Az idei évben a termés nem volt kiemelkedő, és az időjárás is nehezítette a gazdálkodást. A vállalkozás vezetője szerint azonban a felkészült termelők elfogadható minőségű és mennyiségű burgonyát tudtak betakarítani. Nagyon vegyes volt a kép, nagyon kiütközött a tudás, tehát a felkészültség, a termelőnek a felkészültsége, mert a felkészültebbek, ugye nagyon sok termelőnek nincsen eszközese, vagy nagyon kezdetleges eszközei vannak. És aki jól begépesített, időbe tudott minden munkát elvégezni, az tulajdonképpen egy jó évet zárhat. Aki meg erre nem volt felkészülve, sajnos az nem jó évet fog zárni. Az idei évben a gyenge minőség és a termés átlag mellett a felvásárlási árak alakulása jelentette a legnagyobb problémát az ágazatban. Addig, míg az árak nem stabilizálódnak, tehát nem lesz egy garantált ár, addig nagyon-nagyon nehéz lesz az ágazat. Tudnék ezt az iszonyatos nagy szórást, amit, hogy tavaly 80-100 forint, idén 30-40 forint, ezt nem nagyon bírják a gazdák ki. Tudnék, egy hektár burgonya előállítása önköltsége több mint 1 millió forinton felül van. És ez nem megengedhetetlen, hogyha ebbe az állam valami hatható segítséget nem fog nyújtani, akkor ez a pár ezer hektár is egyre lejjebb fog csökkenni.
Augusztinyi Nagy András hozzátette, a burgonya elég sok gondozást igényel, és nagyon költségesnek számít a termesztése, viszont vannak olyan fajták, amelyek az átlagostól magasabb hozamot képesek elérni kedvezőtlen körülmények és időjárási viszonyok mellett is. Visszatekert kilométeróra, áfacsalás, hamisított dokumentumok. Így tudott a piaci árnál olcsóbban használt autókat értékesíteni egy nyíregyházi kereskedés. A gyanúsítottak ellen bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények miatt nyomoznak. Az ügyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja. Folyamatosan növekszik a használt és az új autók eladásának száma itthon. Idén a tavalyihoz képest mintegy 5 évvel több autó cserélt gazdát. A piacon leginkább a külföldről behozott és az új autók vásárlása miatt lecserélt járművek keresnek gazdát. Azonban a vásárlóknak érdemes körültekintően megválasztaniuk, hogy kitől vagy mely kereskedésektől veszik meg a járművet. Egy nyíregyházi autókereskedés ellen közokirathamisítás és többrendbeli csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A nyíregyházi kereskedő a hivatalos dokumentumok szerint szlovák cégen keresztül nettó áron hozta be Magyarországra a német használt autókat. A tényleges vevők egy fiktív adásvételi szerződést kaptak, azt a látszatot keltették ezzel, hogy ők személyesen voltak kint Szlovákiában, és ők hozták be a gépjárművet Magyarországra. Ezzel 11 millió forintos kárt okoztak az állami költségvetésnek. További 4 millió forintos kárt okoztak azáltal, hogy a regisztrációs adó mértékének csökkentése érdekében a német forgalmi engedélyeket, illetve a környezetvédelmi besorolást igazoló dokumentumokat meghamisították. A kereskedésben a kilométerórákat is visszatekerték, aminek köszönhetően összesen közel 9 millió forinttal csapták be a vásárlókat. Gulyás József, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy autóvásárláskor érdemes körültekintően eljárni. Nagyon fontos, hogy számlát kapjon és adásvételit kapjon a vásárló. Fontos tudni azt, hogy magánszemély esetén nincs műszaki garancia, illetve úgynevezett 6 hónap szavatosság, viszont hivatalos kereskedő, hivatalos magyarországi kereskedő által eladott használt gépjármű esetén kötelező a 6 hónap szavatosság. Tehát ezért ilyen szempontból megéri hivatalos használt autó kereskedőtől vásárolni. Gulyás József hozzátette, egy ügyfelkapus rendszeren keresztül lekérdezhető minden hazai autó kilométeróra állása, a külföldről behozott autókat pedig a hazai márkaszervizek adatai alapján lehet ellenőrizni. A Jobbik támogatja az alaptörvény módosítását, a kétharmadhoz pedig szüksége lesz a kormánypártnak a Jobbikra is, mondta Apáth István, a párt országgyűlési képviselője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, ha a Fidesz elfogadja a Jobbik javaslatait, és nem emelik 2011-ben 50%-ra az érvényességi küszöböt, akkor most vasárnap a kvóta referendum akár még érvényes is lehetett volna. Az ellenzéki párt szerint több tanulsága is van a népszavazásnak. Az a kétszínűség, hogy egyfelől a luxusbevándorlóknak letelepedési kötvényeket árulnak, köztük terrorista gyanús elemeknek is, másfelől, hogy a rosszabb anyagi helyzetű illegális bevándorlókat pedig úgy segítik közvetve, hogy az őket támogató liberális civil szervezeteknek milliárdos nagyságrendű támogatásokat fizetnek ki. Ez az összeg csak tavaly 1100 millió forintra rúgott. Két személygépkocsi ütközött ma délben Nyíregyházán, a balesetben 5 sérültek meg. A sötét színű jármű a 36-os számú főútvonalon a belváros felé haladt. A Bethlen Gábor utcáról kanyarodott nagy évben a Moszkva utcára, ám a szemből érkező fehér autónak nem adott elsőbséget, így ütköztek össze. "167 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki a 13 aradi vértanút. Erre emlékeztek ma a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. A rendezvényen elhangzott, példátlan volt az összefogás a szabadságharc idején, ezért nem gyásznapként kell gondolni október 6-ára. Egy-egy szál virággal emlékeztek a 13 aradi vértanúra ma délelőtt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. A honvéd tisztek a hazáért áldozták fel magukat. Azokra a mártírokat emlékeztünk, akik életüket, fiatalságukat és jövőjüket adták a szabadságra. Azokra a hősökre, akik a harc terén
Úrik Attila alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, fontos tanulsága a történelmi eseménynek, hogy sok mindenre képes az összefogás, ezért nem gyásznapként kell gondolni október 6-ára. Volt egy nagy nemzeti, sőt nemzetközi összefogás ekkor, 48-49-ben, mert nem csak magyarok harcoltak a magyar honvédseregben, hanem más nemzetiségűek is. Sőt, a kivégzett tábornokok közül négyen eleve nem is magyarok, nem is a magyar, hát négyben többen nem is a magyar államalakulaton belül születtek, hanem nem különböző helyeken, de hogyha azt mondjuk, hogy Damjanich János, akkor mindenki úgy gondol rá, hogy egy ízig-vérig magyar ember pedig nem, magyarul is alig tudott, vagy Bem József, aki ugye szintén egy lengyel származású ember volt, aki egy ilyen nagyon nagy tehetségű katona, szintén nem kötődött semmilyen gyökérrel hozzánk. Az emberiség egyik legnagyobb ellensége a feledés, ezért is fontos emlékezni és emlékeztetni minden évben. A magyar nemzet nem csak talpra állt a szabadságharc után, hanem talpon is tudott maradni, hangzott el az ünnepségen. Ahogy egy református lelkész mondta, a hazáról sok mindent el lehet beszélni, a hazát elmondani nem lehet, a haza az az otthon, amely annyira fáj, mint amennyire vágyni vagyunk képesek. Úgy gondolom, hogy ezek a sorok méltóan kifejezik azt az életérzést, és azt a szenvedést, amely úgy váltak hősökké az aradi vértanúk, hogy ártatlanul kellett meghalniuk egy magasabb rendű ügynek a védelmében, Magyarország, a magyar nemzet védelmében, és valóban számukra annyira fájt a haza, mint amennyire vágytak is érte. Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen a szemtanúk elbeszélése alapján már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak a tragédia helyszínére a gyászolók. Nyíregyházán az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium és a Szent Imre katolikus gimnázium diákjai is megemlékeztek a hősökről. Homoki tigris cápa érkezett a nyíregyházi állatparkba. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Öt forduló után is pont nélkül áll a Szuperligában a nyíregyházi Teke klub együttese. Fintáék legutóbb a Szegvár otthonában szenvedtek 7-1-es vereséget. Most 3 hét szünet következik a bajnokságban, majd október végén az Ajkát fogadja az NTK. Október közepén rajtol a megyei futszálbajnokság, amelyben 11 csapat lép majd pályára a hétfői játéknapokon. Érdekesség, hogy 2 Borsod megyei együttes is tagja a mezőnynek. Hím Homoki tigris cápa érkezett a nyíregyházi állatparkba az ott élő nőstény mellé. A több mint 2 méteres ragadozó az óceánárium 500 000 literes medencéjében úszkál. A hím cápa Varsóból érkezett, mondta el kérdésünkre az állatpark akvárium vezetője, aki reménykedik a mi hamarabbi szaporulatban. Ez a cápa a nyíregyházi állatpark legújabb lakója. Hosszú utat tett meg, hiszen nyíregyháza előtt Varsóban élt. Az ottani állatkert akváriumát azonban kinőtte, így a lengyel szakemberek szerettek volna minél előbb megfelelő helyet biztosítani számára. A nyíregyháziak megörültek, hogy párt találhatnak nőstény tigris cápájuknak, így megszervezték az állat szállítását. A Varsói állatkertből érkezett ide ez a Homoki tigris cápa egy állatcsere program keretén belül. Mi cserében 4 tehén orruráját ajánlottunk föl. A szállítás maga 3 napot vett igénybe, amíg a rájákat elvittük Varsóba, illetve visszahoztuk a cápát. Összesen egy ilyen út körülbelül 16-22 óráig szokott tartani, és ilyenkor az állatok egy speciálisan kialakított szállítótartályban foglalnak helyet. Ez a tartály 7000 liter körül van, és egy kamion szállítja. A cápákat hetente 2-3 alkalommal etetőbot segítségével etetik, többek között heringet, makrélát, hekket kapnak. Számunkra azért különleges a Homoki tigris cápa, hiszen már van egy nősténjünk, és nagyon szeretnénk, hogy legyen szaporulat is, és a varsói cápa pedig fiú. Egyelőre még nem neveztük el, de gondolkozunk, hogy mi legyen majd a későbbiekben a hívóneve. Jellemző a Homoki tigris cápákra az, hogy náluk tényleg működik ez a csak egy maradhat, hiszen a mélybe a legfejlettebb embrió megeszi az összes többit, és a végén csak 2 kis cápa születik meg. A Homoki tigris cápa már látható a nyíregyházi állatparkban, az óceánárium 500 000 literes medencéjében úszkál. 5 forduló után is pont nélkül áll a Szuperligában a nyíregyházi Teke klub együttese.
Fintáék legutóbb a Szegvár otthonában szenvedtek 7-1-es vereséget. Most 3 hét szünet következik a bajnokságban, majd október végén az Ajkát fogadja az NTK. A sorsolás ismeretében várható volt, hogy a bajnokság elején nem sok babért terem majd a nyíregyházi tekézőknek, mivel az első 4 fordulóban a Szuperliga legutóbbi szezonjának élcsapatai ellen léptek dobóállásba Fintáék. A papírforma nem is borult, Szolnokon és a Répcelaktól hazai pályán 7-1-re kapott ki az NTK. Következett egy zalaegerszegi, majd egy szegedi 8-0-ás vereség, de legutóbb már úgy utaztak el Szegvárra a nyíregyháziak, hogy megszerezhetik első pontjukat vagy pontjaikat. Végül sikerélmény nélkül tért haza Csongrádból a csapat, mivel a házigazda 7-1-re jobbnak bizonyult az így továbbra is pont nélküli vendégeknél. Tudtuk, hogy az első 4 fordulóban nem sok keresni valója van a nyíregyházi Tekke klub csapatának, azonban itt az 5. fordulóban, amikor már Szegvárra látogattunk el, ott már egy kikimérkőzés kellett volna játszanunk a Szegvárral. Ez úgy néz ki, hogy meg is volt. Fontos pár arcokat felvállaltuk, megpróbáltuk begyűjteni a csapatpontokat, rendre elbuktuk néhány fákkal a belső szetpontokat, és azt lehet mondani, hogy egy igen szoros csatában mégis 7-1 arányú vereséget szenvedtünk, ami abszolút nem tükrözte a mérkőzést. 5 fordulót követően az NTK mellett még a Vasasszonyfa és a Kaposvár áll pont nélkül a tabellán. Bár a nyíregyháziak úgy készültek, hogy számukra csak október elején kezdődik el igazán a bajnokság, kérdés, hogy jelent-e nyomást a játékosok számára a most már meglévő győzelmi kényszer. Én úgy érzem, hogy nem, mert ezért vagyunk a Szuperligában, tehát ezért vagyunk a legmagasabb osztályban. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak mindegyik tagja tisztában van ezekkel a feltételekkel, elvárásokkal. Én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nem lehet. A bajnokságban most 3 hét szünet következik. Ez alatt az idő alatt végzik el a nyíregyházi pálya karbantartását. A csapat egy edzőmeccset biztosan játszik a Kazincbarcikával, hogy a játékosok a lehető legjobb formába kerüljenek az október 29-i Ajka elleni hazai mérkőzésre. Október közepén rajtol a megyei futszál bajnokság, amelyben 11 csapat lép majd pályára a hétfői játéknapokon. Érdekesség, hogy 2 Borsod megyei együttes is tagja a mezőnynek. 2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futszálbajnokság. Akkor 9 csapat vágott neki a szezonnak, egy évvel később 8 együttes játszotta végig a téli időszakot, legutóbb pedig 7 gárda lépett pályára hétfő esténként. A 2016-2017-es szezonra bővült a csapatok száma, rekordlétszámú mezőny várja az október 17-én nyitó fordulót. 11 csapat adta le a nevezését, méghozzá 2 Borsod-Avó üzemplini csapat is csatlakozott a mi megyei bajnokságunkhoz, hiszen Borsodban nincsen megyei bajnokság, így a Cigánd és a Mád csapatai is beléptek hozzánk, és új belépőként például egy olyan kispályás nagyhatalom, nyugodtan mondhatom, hogy Levelek végre elindult a futszál bajnokságba, vagy Gyulaháza mellett Nyírkarász, aki szintén a gyulaházi csarnokba fog játszani, tehát azért szerencsére vannak most már olyan újabb települések is, akik itt a nagypálya mellett a futszálba is megmérettetik magukat, és mivel 11 csapat van, 20 forduló, nyugodtan mondhatom, hogy október közepétől február legvégéig, március elejéig végig játsszák szinte a szezont. Mivel a hétfői játéknap korábban elnyerte az edzők és a játékosok tetszését, a jövőben is a hétvégi bajnoki fordulót követően a hét első napján játsszák majd meccseiket a futszál csapatok. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Külön jelölést kaphatnak a GMO-mentes élelmiszerek, takarmánynövények. A jelölés használata önkéntes, a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak genetikailag módosított elemeket. A rendelet szeptember végén jelent meg. Visszatekert kilométer-óra, áfacsalás, hamisított dokumentumok. Így tudott a piaci árnál olcsóbban használt autókat értékesíteni egy nyíregyházi kereskedés. A gyanúsítottak ellen bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények miatt nyomoznak, az ügyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja. 167 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki a 13 aradi vértanút, erre emlékeztek ma a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. A rendezvényen elhangzott, példátlan volt az összefogás a szabadságharc idején, ezért nem gyásznapként kell gondolni október 6-ára.
A Kölcsei Televízió híradóját látták október 6-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Éjjel az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, hajnaltájt már előfordulhatnak kevésbé felhős területek is. Egyre kevesebb helyen várható eső, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, emiatt hajnalban többfelé erősen párás lesz a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 plusz 4 fok között alakul, fagy az alacsonyabban fekvő területeken lehet. Holnap napközben a kötfoltok feloszlanak, napközben egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. Napközben jelentéktelen eső ugyan előfordulhat, de délutántól már nem valószínű csapadék. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül alakul. Hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. A hétvégén országszerte legalább néhány órás napsütésre és erősödő nappali felmelegedésre számíthatunk. Az éjszakák azonban hidegek lesznek, akár nagyobb területen is fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, ráadásul köd is képződik. Vasárnap délutántól újbóli erőteljes felhősödésre, a jövő hét első felében pedig nagyobb részt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de rövid napos időszakok még lehetnek. Több felé várható ismétlődő eső, a sok felhő következtében pedig enyhébbek lesznek az éjszakák, napközben 10-16 fok közötti hőmérséklet lesz jellemző.